Miután letöltöttétek a dokumentumot és kinyomtattátok, a nyomtatáshoz az A3-as formátum a legmegfelelőbb, legideálisabb, így 6 darab vonalzótok lesz. A vonalzó egyik oldala hagyományos vonalzóként működik, a másik pedig lépték vonalzó, ami a kicsinyített szabás minták elkészítéséhez szükséges. Ahogy látjátok, én ezt már belamináltattam, és ezt javaslom is, hogy tegyétek meg, így a vonalzótok merevebb lesz, illetve sokkal tovább tudjátok használni. Úgyhogy miután ez be lett laminálva, egyszerűen csak körbe kell vágnotok, ehhez használhattok egy teljesen hagyományos tapétavágót, és egy olyan felületet, amit nem sajnáltok, vagy esetleg ami nem karcolódik meg. Well, the day before yesterday started out like any other. I took a stroll in the park, that's when I had it. It took a while before I figured it out what it was. Now I can't stop thinking about those eyes and the feeling they brought. Körbevágás követően pedig a vonalzót használatra kész. Come meet me on the rooftop, baby, the sun is shining on the rooftop.